Folytatódik az ingyenes tanulói laptop program, így idén további 100 000 eszközt biztosítanak a családok számára. A szülők október 7-éig tudják leadni erre vonatkozó igényüket a gyermekük Kréta felületén keresztül. Debrecenben is egyre több diák jut notebookhoz a kormány ingyenes tanulói laptop programja révén. Legutóbb májusban osztotta ki 3657 darab notebookot a köznevelésben résztvevő tanulóknak. Az eszközökön a diákok online tananyagokhoz férnek hozzá, házi feladatot készítenek rajtuk és egyes tanórákon is használják. Ki lehet próbálni a számológépen, hogy összeadogatjátok. Szatmári Luca elsősorban a tanulás folyamatát szokta könnyíteni az internet és különféle alkalmazások segítségével. A Google Chrome-ba szoktam használni az NKP-nek az okostankönyvét, illetve a YouTube-on szoktam nézni tanulással kapcsolatos videókat, és néha még játszani is szoktam rajta. A debreceni Kini Zsipál általános iskola már korábban is részt vett az ingyenes tanulói laptop programban. A kijelölt évfolyamokon a legtöbb gyermek családja benyújtotta igényét a notebookokra. Tavasszal az 5., 6., 7. évfolyamosok vettek ebben részt, 141 gyerekünk volt ezekben az évfolyamokban, és a 141 gyerekből 126-an regisztráltak, ez 93%-os arányt jelent, én azt gondolom ez egy nagyon-nagyon szép szám. A laptopok népszerűek a diákok körében, mivel sokféleképpen tudják hasznosítani azokat mind a tanulás, mind a szabadidejük eltöltése közben. Most újabb 100 000 tanuló juthat notebookhoz az országban, ha leadják igénylésüket. Ennek menetét Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár részletezte. Mivel a gyermek még kiskorú, a szülő, a gondviselő tudja az igénylést benyújtani október 7-éig. Ehhez be kell lépni a gyermeke iskolájának Kréta rendszerébe, ott az eszközigénylés vagy tárgyi eszközügyintézés menüpontot kell választani. Fontos, hogy nem a gyermek, hanem a szülő adatait kell megadni, a személyi igazolványban foglaltaknak megfelelően. Majd a regisztráció benyújtása gombra kattintva készen is vagyunk. Az újabb több mint 100 000 laptop átadásával a magyar általános és középiskolába járó diákok körülbelül fele rendelkezik majd saját hordozható számítógéppel.